Két a Győri Kórházban korábban dolgozó főorvosnak nyílt kiállítása a Hét Szabad Művészet Szentélyben. A megnyitón dr. Tamás László János, a Petszaladár megyei oktatókórház főigazgatója egy-egy könyvvel köszöntötte az alkotókat. Dr. Puha Katalin több a szívéhez közel álló alkotását is megmutatja a közönségnek. A főorvos 4 évvel ezelőtt kezdett el komolyabban foglalkozni a festészettel, kedvenc témája a csendélet. Nagyrészt csendéleteket készítek, ezzel kezdtem körülbelül 4 évvel ezelőtt a ténykedésemet ezen a területen, és hát ezek látszanak a legegyszerűbbnek, ami otthon is beállítható, vagy maga a modell, amiket az ember lefesteget, lefest, azt is könnyebben lehet előteremteni, előkeríteni. A másik kiállító dr. Eke Gyula, aki már 40 éve készít szobrokat. Alkotásai többféle anyagból készülnek, van fából, kőből és fémből is. Kőből van több, és ezek is olyan érdekesen kerültek hozzám. Ezek, amelyikek, mint a Petsznek a feje például, ezeket annak idején, amikor a színházat építették, ott lebontottak egy utcát. És annak olyan jó kapubéletei voltak, és valaki akkor már tudta, hogy én foglalkozom ilyennel, berakott az autójába egy pár ilyen kapubéletet, és elhozta nekem. A két főorvos kiállítását az érdeklődők január 31-ig tekinthetik meg a Hét Szabad Művészet Szentélyében.